volt, ahol volt, nem tudom merre volt, de valahol mégis volt egyszer egy öreg király. És ennek egy igen-igen szép lánya. Bezzeg volt is kérője a király kisasszonynak, de mennyi? A világ minden tájékáról jöttek az öreg király udvarába dali királyfiak, mindenféle hecke-ficki hercegek, de a király kisasszonynak egy sem tetszett. Azt mondta valamennyinek, hogy ő, míg a világ világ lesz, férhez nem megy, el nem hagyja az ő édes apja urát. Az öreg király örült is, búsult is ezen a beszéden. Örült, mert erősen szerette egyetlen lányát, búsult, mert elgondolta, hogy ha meghal, árván marad ez a gyenge virágszál, és az a sok haragos királyfi még elveszi tőle az országot. Mondta is sokszor a lányának. Gondold meg jól a dolgot, édes lányom. Mi lesz veled, ha én meghalok? A király kisasszony nem szólt ilyenkor semmit, csak kiment a virágos kertbe, amilyen szépséges kert nem volt a világon. Ott sírdogált, kesergett magában. Istenem, Istenem, hogy hagyjam itt ezeket a szép virágokat? De nem csak a virágokat sajnálta a király kisasszony. Volt a kert kellős közepén egy fal. Hiszitek, nem hiszitek, éppen az égig ért. Ő bizony nem megy férhez, mert szentül tudja, hogy ilyen kert, ilyen fa kereke világon nincs. Ne félj, kis kertecském, ne félj, égig érő fám, nem hagylak el soha ez életben, mondotta a király kisasszony. Haj, kerekedék, nagy, erős fergeteg, ahogy ezt mondta, felkapta, megforgatta, s úgy fölröpítette a magas levegő égbe, hogy híre pora nem maradt a kertben. Nem búcsúzhatott el szegény feje sem az apjától, sem a virágos kertjétől. Egy szempillantás múlva elpusztult a fergeteg, sütött a nap nagy hevesen, s amennyi virág volt a kertben, mind lekajlott. Elhervadott, mintha forró, meleg vízzel leöntötték volna. Lemegy az öreg király a kertbe, látja a rettentő nagy pusztulást, kiabálja lányát, hol vagy, lányom, hol vagy? De kiabálhatott. A király kisasszony nem felelt. Összeszaladtak az udvarbéliek, keresték. Tűvé tették a kertnek, az udvarnak, a palotának minden zegét, zugát, de sehol nem találták. Bizonyosan elrabolták, mondta egyik másik. Talán a föld nyelte el. Találgatták az emberek. Sírt az öreg király, mint egy kicsi gyermek. Majd megszakadt a szíve a nagy erős bánattól. Kerestette, kurentáltatta az elégész országban még azon is túl egyetlen lányát, s fele királyságát ígért annak, aki visszahozza. De azt ugyan kereshették, meg nem találták. Na, telt múlt az idő, egyszer a király azt látja álmában, hogy lányát, mikor az a nagy fergeteg volt, a forgószél felkapta, felvitte az égig érő fára, ottan is a kilencfejű sárkány várába. Ha meg nem szabadítják, a sárkány még feleségül veszi. Még csak ez volt az igazi búbánat, mert az égig érő fának, csak tudjátok meg, akkora lejvelei voltak, hogy mindeniken elfért egy ország. Hát aztán ki tudná azt megmondani, hogy melyik levélen van a kilencfejű sárkányvára? Na mindegy, na. Megint kihirdették, hogy a király kisasszonyt az égig érő fára vitte a forgószél. Ott van a kilencfejű sárkány várában, s aki onnét lehozza, annak adja a király a lányát, s fele királyságát, holta után az egészet. Na, hiszen csak ki kellett ezt hirdetni. Jöttek a királyfiak, hercegek, grófok, bárok, és minden nemzetségbeli vitézek csak úgy nyüzsögtek az udvarba. Jöttek bizony,
de lefittyett orral el is mentek, mert a fának még a közepéig sem tudtak felmászni, nagy szégyenkezéssel visszafordultak. Volt azonban az udvarban egy kis kondásfiú, akit sokszor látta föl s lemászni a cifre gúnyás vitézeket. Istenem, sohajtott a fiú, ha megengedne a király, hogy én is szerencsét próbáljuk. Ahogy ezt mondta, csak hozzá dörgölődzik egy kis macska, malacka, és azt mondja neki: hallod-e, te kondás fiú? Te mindig jó voltál hozzá. Mostan meghálál. Menj a királyhoz, és jelentsd, hogy te fölmászol az égigérő fára. És le is hozod a király kisasszonyt. Ha nem kíván tőle, hogy elébb ülesse meg a csonkaszarvú bivajt, és csináltasson a bőréből 7 pár bocskort, s 7 rend gúnyát. Te aztán addig menj fölfelé, amíg a 7 pár bocskor és a 7 rend gúnya le nem szakad róla. Akkor érsz egy elényúló ághoz, azon menj végig, lépj rá a legelső levélre, azon van a 9 fejű sárkányvára. Egyebet nem mondok, a többi a te dolgod. A kismalac hirtelen mévegyült a csorda közé, egy szót sem szólt többet, azt is lassan mondta. A kondás fiú pedig gondolta magában, egy életem, egy halálom, Isten neki megpróbálom, s ment egyenesen a király elé. Köszönt illendőképpen, s elmondta, hogy mit akar. Háj, csak hallottátok volna, mekkorát kacagott a király. A szívét facsarta a nagy búbánat a keserűség, de mégsem tudá megállani a kacagást. Mit mondasz, te emberi zink, te? Kérdezte a kondás fiútól, mintha nem jól hallotta volna, amit az elém mondott. Hát én azt, fenséges királyom, életem halálom kezébe ajánlom, hogy felmászok az égigérő fára, és vissza nem jövök a király kisasszony nélkül. Ott ült a király mellett az udvari bolond is. Kérdi tőle a király: na te bolond, hát te mit szólsz ehhez a bolond beszédhez? Hát azt mondta a bolond, hogy fogad fel ezt a macska békát vicebolondnak. De erre megmérgelődött a kondás fiú, azt mondta a királynak: felséges királyom, ne hallgasson a bolondra, mert bolondlikból bolond szél fú, ölesse le a csonkaszarvú bivaj, csináltassa nekem 7 pár bocskort, 7 rend gúnyát, s húzassa a fejemet karóba, a király kisasszony nélkül visszatérek. Gondolja a király. Ez már mégsem tréfa beszéd. Azt mondta hát a kondás fiúnak: na jól van, fiam János. Úgy lesz, ahogy kívánod, de azt megmondom, úgy essél le a fáról, hogy törjék is ki a nyakad, mert különben a hóhéral töretem ki. Na. János megköszönte a király jó kívánságát, s ahogy kész volt a 7 pár bocskor, s 7 rend gúnya, egy nagyot fohászkodott, kicsi baltáját belevágta a fába, nekilódult a nyelénél fogvást, aztán feljebb vágta baltáját, és egy szempillantás múlva úgy elveszett a rengeteg nagy levelek közt, hogy emberi szem nem látta többet. 7 nap. És 7 éjjel folyton fogvást mászott, kapaszkodott, rugaszkodott, hol itt lógott, hol ott lógott, míg a 7. pár bocskor és a 7. rend gúnya is le nem szakadt róla. Ekkor éppen, ahogy a malacka elé mondotta, egy végtelen hosszú eléhajló ághoz ért. De az az ág olyan vékony volt, mint a karom. Még annál is vékonyabb. Hát nem sokat gondolkodott, hasra feküdt, és úgy csúszott elébb-elébb. Hajladozott az ág erre, hajladozott arra, hely, ha letörik, ízéporá törik minden csontikája. János, János, térülj vissza, mondogatta magába, de ezt csak úgy mondta, ő bizony nem térül vissza, ha már eddig eljött. Aholni? Már itt is van az ágnak az első levele, éppen csak egy jó ugrásra telle. Neki fohászkodott, behunyta a szemét, szervusz világ, ráugrott a levélre, hogy csak elterült rajta, mint a kecske béka. Na, csak hogy itt van. Ezzel állt, szeme száj, mikor széjjel nézett. Hát itt éppen olyan ország van, amilyen oda le. Volt itt monden, erdő, mező, falu, város, patak, folyó, tenger,
csak embert nem látott. De akkor át sem, mint egy ütéstapla. Ment, mendegélt János, erdőkön, mezőkön, hegyeken, völgyeken által, s a hetedik napon egy gyémánt palotához ért. Noha nem, ilyen palotát nem látott még. Kakas sarkon forgott, 7000 ablaka és 7000 garádicsa volt, de olyan sebesen forgott, mint a forgószél, még annál is sebesebben. Mire egy garádicsra rá akart lépni, már a más oldalán forgott az, s ha neki szökött, úgy visszaesett, hogy döngölt a föld alatta. Ugye, rikkantott János nagy mérgesen, nekem is van eszem, hé! Fogta a baltáját, hirtelen belevágta a garádicsba, s annál fogva szépen fölsétált a gyémánt palotába. Hát, a király kisasszony már messziről szaladt elébe, nagy lelkendezéssel, jaj, édes kicsi Jánoskám, hogy jövél ide, ahol a madár sem jár? Mondta János. Hát az bizony ne kérdezze a kisasszony, hanem jöjjön velem az édesapjához. Jézus Mária, Szent József, ki se ejts többet a szájadon, mert ha meghallja a kilencfejű sárkány, vége az életünknek. Jött is a sárkány egyszeribe. Szakadt a láng mind a kilenc szájából, kérde a király kisasszony. Hát ez az emberi zink mit keres itt? Ó, lelkem, sárkányom, könyörgött a király kisasszony, ne bánsd ezt a fiút, az én kicsi inasom volt, s feljött utánam, hogy engem szolgáljon. Na jól van, jól, morogott a sárkány. Meghagyom az életét, de majd én is adok neki dolgot, hadlám. Fele kár-e, vagy egész, amit eszik? Volt a sárkány istálójában egy girhes-görhes sántaló, s a sárkány azt parancsolta Jánosnak, hogy csak kúrálja ezt a lovat, de úgy kúrálja, hogyha valamit kér tőle, mindig egyebet adjon neki, máskülönben az életével játszik. Na, hiszen ez könnyű dolog, gondolta János, és mindjárt ment az istálóba. Na, még ilyen lovat se látott, mióta a világon van. Csak a csontja meg a bőre volt, s a lábára sem tudott állni, feküdt a hidláson. S nyögött a szegény pára, nyögött keservesen. Jánoska sarjút tett elébe, de rá se nézett. Zabot vitt neki, az se kellett. Bíztatta jó szóval, egyél te szegény pára, egyél. De egy szál sarjú, egy szem zab nem sok annyit sem ölt. Egyszer csak megszólal a ló. Látom, hogy jó szíved van, te fiú. De hiába kínálsz engem sarjúval, zabbal, ez nem nekem való. Égő parázs az én abrakom. De a gazdám nem ad. Azt akarja, hogy megdögöljek, mert csak én tudom a titkát, hogy és mint lehetne őt elpusztítani. Hát mit adjak, kérdezte Jánoska. Égő parazsat, fiam, de sokat. Igen, de a sárkány azt mondta, hogy mindig mást adjak, mint amit kívánsz. Na bizony, ha mást adsz, nem is viszed haza a király kisasszonyt, mondta a ló. Na, egyéb sem kellett Jánoskának, de már akkor ad ő mindent, amit a ló kíván, mondta is a lónak. Na te szegény pára, kívánj akármit, megteszem, mondta a ló. Csak azt kívánom, hogy vasárnap, mikor a sárkány a kisasszonnyal templomba mégy, te maradj otthon, s a favágon gyújtsd meg a kazlat, a többit csak bízd rám. Hát alig várta János, hogy templomba menjenek, meggyújtotta a kazlat, és mikor leégett, vitt a lónak egy lapát parazsat. Még meg sem szusszant, mindegy falásig megette, és abban a minutában lábra is állott. Ment egyenesen az udvarra, és ott azt a temérdek sok parazsat megette, de úgy, hogy még a hamut sem hagyta meg. Jánoskának a szeme szája elállott a nagy álmékodástól. De hát még akkor ámult-bámult igazában, mikor nézi-nézi, és hát látja, hogy a ló szőre ragyog, mint az arany, a bordája egy sem látszik, és nem is négy lába van ennek a lónak, hanem öt. Megrázkodott, nagyot fújt a ló most, de bezzeg káprázott Jánoskának a szeme, olyan gyönyörűséges aranyszőnű paripa lett belőle, hogy a napra lehetett nézni, de már aztán erre nem, azt mondta Jánoskának. Na te legényke, jót étel helyébe, jót várj. Hallgass rá, szaladj le a pincébe,
Van ott egy nyereg, egy kantár és egy kard. Hozd fel hamar. Szaladt Jánoska a pincébe, veszi a nyerget, kantárt, kardot, de amikor éppen ki akart sérülni az ajtón, jő a sárkány nagy derendóciával, megállítja Jánoskát. Megállj, hé! Hova viszed ezt a lószerszámot? Meghalsz most, de mindjárt! Ki is kapta egybe Jánoska kezéből a kardot, és le akarta nyisszantani a nyakát. No te ember izink, mondta a sárkány, búcsúzz az élettörmel, megcsaltál. Ne ölj meg, hagyd meg az életemet, könyörgött Jánoska, nem csallak meg többet. Megöllek, te ember izink! Nem elébb, még iszunk egy kupa bort a bűneidért. Hát mindjárt eresztett egy kupa bort a legnagyobb hordóból, töltött magának, s Jánoskának is, aztán biztatta. Így állt, emberi zink, többet úgysem iszol. Na, ittak egyet. De Jánoska csak könyörgött tovább. Hagyd meg az életemet, kilencfejű sárkány, nem csallak meg többet, mondta a sárkány. Nem hiszek neked, János. Na, de igyunk még egy kupa bort az én bűnömért is. Ittak még egy kupa bort. Hát, Uram Jézus Krisztus, egyszer csak elkezdett táncolni a sárkány, nagyot rikkantott, lábam ide, nem oda, s addig ide, addig oda, elterült a földön, s aludt, mint a bunda. De bezzeg szaladt Jánoska esze nélkül. Jó, levághatta volna a sárkánynak mind a kilenc fejét, de már az udvaron volt, mikor erre gondolt. Mondja az ötlábú lónak az esetét. Csak hamar nyerge és kantároz. Jól tetted, hogy nem nyúltál hozzá, mondaló. Mikor egy fejét levágtad volna, egyszerébe felébredsz, végre lett volna az életednek. Jánoska hirtelen fölnyergette az ötlábú lovat, fölpattant rá, csak azután kérdezte. Hát aztán hova? És merre, édes lova? Az erdőbe, kicsi gazda. Ott van egy vaddisznó, annak a fejében egy nyúl, nyúl fejében egy skátúja, és skátujában 9 lódarás. Ebben a 9 lódarásban van a 9 fejű sárkány ereje. Ha ezeket elpusztítjuk, annyi ereje sem lesz a sárkánynak, mint egy szopós gyermeknek. Eközben elindult a ló sebes vágtatással, és mire Jánoska egyet szólhatott volna, ott is voltak az erdőben. Na kicsi gazdám, itt vagyunk. Aholni, már jöjj is a vaddisznó. Jött bizony, egyenes nekik tartott. Vicsorgatta az agyarát, fölállott a két hátulsó lábára, s úgy rogaszkodott nekik, hogy levágja. De az ötlábú lónak nem hiába volt öt lába, úgy oldalba rúgta a vaddisznót az ötödik lábával, hogy egyszerűbe felfordult. Nosza, Jánoskának is megjött a kurázsia, kirántotta a kardját, s úgy találta fejbe vágni a vaddisznót, hogy csak két felé vált a feje, s utcó neki kiugrott belőle a nyúl. Hip-hop, utána. Szalad a nyúl, mint a szél, de még sebesebben az ötlábú ló, és mikor ult elérte, úgy megrúgta az ötödik lábával, hogy a szegény nyulacska mindjárt szörnyet hat. Jánoska most már leszállott a lóról, ketté hasította a nyúl fejét, s hát csak ugyan benne volt az a skátuja. A skátujában is benne kellett lenni a darazsaknak, mert zúgtak, dongtak, zakatoltak benne, mintha ördög bújt volna belé. Jánoska nem sokat teketóriázott, letette a skatuját egy lapos kőre, vett egy másik lapos követ, és úgy ráütött a skatujára, hogy se skatuja, se darázs. Na, kicsi gazdám, mondta az ötlábú ló, most már mehetünk haza bátran, ne félj a kilencfejű sárkánytól. Hát csak ugyan, amikor hazaértek, ott feküdt a sárkány a pincében, annyi ereje nem volt, mint egy beteg lénynek. Megöléd az erőmet, ugye? Mondja Jánoskának, mikor meglett. Megint? De megöllek most téged is, a király kisasszony pedig hazaviszem. Ne ölj meg, könyörgött a sárkány. Vidd haza a király kisasszony, s vele, ami kincset találsz, mind elviheted. Nem kell nekem a te kincsed, mondta Jánoska, s levágta a sárkánynak mind a 9 fejét, nehogy többet talál. Azzal szaladt fel a király kisasszonyhoz, és elbeszélte, hogy mi mindent nem csinált, mióta nem látták egymást. Jaj, lelkem, Jánoskám, örvendett a király kisasszony, nem is leszek én másé, csak a tiéd, akár itt maradunk, akár hazamegyünk, azt mondta Jánoska. De bizony én itt nem maradok, majd csak visszamegyünk valahogy. Meghiszem azt, ha olyan könnyű lett volna.
De csak most jutott eszébe Jánoskának, hogy milyen vékony ágon csúszott ő ide. Ő csak visszacsúsznék valahogy, de a király kisasszony leszédül az ágról, bizonyosan leszédül. Mit csináljak, tűnődött, bucsálkodott Jánoska. Sétált föl s alá az udvaron nagybúsan, egyszerre csak elébe áll az ötlábú ló, és kérdi. Mind szomorkodol, kicsi gazdám, mondja Jánoska, hogy mind szomorkodik. Hát azon bizony egyet se szomorkodj, hallod-e? Üljetek fel a hátamra, a többit bízzátok rám. Na, úgy? Hát fel is ültek az ötlábú ló hátára. Na most hunjátok be a szemeketeket, mondta a ló. Behunyták. Most nyissátok ki. Kinyitották. Hát, ott vannak az öreg király udvarában. Mentek föl a palotába, egyenest a király szobájába. Hely, Istenem, az öreg király már halálán volt, de mikor meglátta a lányát, felszökött az ágyból, s ha meg nem fogják, mindjárt táncra kerekedik. Egyszeribe papot hivatott, s a fiatalokat összeadta. Csaptak 7 országra szóló lakodalmat. 7 nap és 7 éjjel folyton folyvást ettek, ittak, táncoltak. Én is ott voltam. Addig táncoltam, míg a sarkam hátrafordult, aztán megfutamodtam hátrafelé, és úgy elszaladtam ellefelé, hogy mézes kalácsra sem tudtak visszacsalogatni, hát aki nem hiszi, járjon utána.